Bushwick. Bushwick Bill Richard William Stephen Shaw néven született 1966. december 8-án a jamaicai Kingstonban. Apja kereskedő tengerész, anyja szobalány volt. Shaw törpenüvősüként született, és felnőttként is csupán 112 cm volt. Brooklynban nevelkedett, a szülei szigorú erkölcsi nézeteket vallottak. Az alacsony termete miatti zaklatások azonban arra késztették, hogy erőszakos bosszút álljon azokon, akik megbántották őt. 6. osztályban megnézte az 1970-es The Cross and the Switchblade című filmet, amely egy keresztény hitre térő tini bandatag életét mutatja be. Ez arra késztette Billt, hogy irányt változtasson és a Biblia tanulmányozásának szentelje magát. Megtervezte, hogy misszionáriusi útra indul Indiába, de mielőtt útnak indult volna, meglátogatta a nővérét Houston 5. kerületében. A látogatásból végül az lett, hogy Bill nem folytatta útját, hanem ott maradt Houstonban. A város rap szcénáját megismerve azon kapta magát, hogy megkérdőjelezte a délről alkotott felfogását, ami szerint ott nincs más, csak kavbojok és lovak. Azonnal vonzották az autók csomagtartóiból árult mixtépek és a hip-hop zenét játszó éjszakai klubok kultúrája. Bill a hip-hop feltörekvésével párhuzamosan nőtt fel, 6. osztályban hallgatta a Rapper's Delight-ot, és amint divatossá vált, megtanult breaktáncolni. Ez az új tánc mindenki figyelmét felkeltette a klubokban, ahová betette a lábát, beleérte James Smith-t, a Rapalot Records-tól, aki meghívta 1986-ban, hogy csatlakozzon a Ghetto Boys-hoz táncosként. Később átért a rappelésre, és szerepelt a Ghetto Boys debütáló albumán, a Making Trouble-ön. Az album kevés figyelmet és negatív kritikákat kapott, ami ahhoz vezetett, hogy a Rapalot lecserélte a tagokat, kivéve Billt és a DJ-t. Nem sokkal ezután a kiadó vezérigazgatója, J. Prince, a csapat második életrekeltésekor két texasi helyi művész szerződtetett, Scarface és Willy D-t. Az új felállás 1988-ban kezdte meg a közös felvételeket. 89-ben megjelent az On That Other Level albumuk, ami nagyon jó fogadtatást kapott. Klasszikus hip-hop albumnak számít, és a horrorcore műfaj egyik első égköve. Ekkortájt kezdtek vitákat generálni a dalok szövegei, ami 1991-ben még jobban felerősödött. 91 májusában, miközben Bill levert és részeg volt, öngyilkos akart lenni, ezért elment a barátnője házába, és követelte, hogy lője le. Miután a nő nemet mondott, Bill azzal fenyegette, hogy kárt tesz a gyermekükben. Bill Everclear, ami egy nagyon erős 95%-os alkohol, és PCP, az pedig egy halucinogén anyag hatása alatt állt. A veszekedésben a fegyver elsült, és a golyó a fejébe fúródott. Túlélte a balesetet, de elvesztette a jobb szemét. A kórházban készült a Ghetto Boys We Can't Be Stopped című albumának borítója, amint Billt, Willy D és Scarface hordágyon tolja a kórház folyosóján. Bill bevallotta, hogy belső vívódást okoztak számára a Rapalot vezérigazgatója által kitalált dalszövegek. Úgy érezte, hogy a tartalmak szöges ellentétben állnak az ő nézeteivel, a Biblia tanításaival. Richard Shaw például soha nem szorgalmazná egy rendőr meggyilkolását, ahogyan az a Crooked Officer című dalban hallható. Az Assassins-ben leírt szexuális zaklatásról és gyilkolásról már nem is beszélve. Az értékeivel mélyen ütköző dalszövegek rappelése annyira nehéz volt Billnek, hogy fellépések előtt drogokkal és alkohollal csillapította érzelmeit. Bushwick Bill a Dr. Dre The Chronic című albumán is hallható. A Dre Day videójában pedig Eazy-E egyik rappertársaként szerepel. 1992-ben megjelent debütáló szóló stúdióalbuma a Little Big Man. Miután 92-ben Willy D elhagyta a Ghetto Boys csapatot, Scarface és Bushwick Bill folytatta. Big Mike csatlakozott hozzájuk, aki a 93-as Till Death Do Us Part című albumon debütált, ami arany minősítést kapott. A Phantom of Rapra Bill második stúdióalbuma két évvel később jelent meg, és 43. helyet érte el a Billboard 200-as albumlistáján az USA-ban. Willy D pedig visszatért az 1996-os kritikusok által elismert The Resurrection-höz, valamint a 98-as The Good, The Bad and The Ugly-hoz, aminek Bushwick Bill nem volt része. A 98-as No Surrender, No Retreat című albumát barátjának, Jill Epsteinnak, a Fort Bend megyei ügyésznek ajánlotta, akit 96-ban agyonlőttek Houstonban. 2001-ben kiadta Universal Small Soldier című 4. stúdióalbumát. 6 év kihagyás után a Ghetto Boys 2004-ben újra egyesült, hogy felvegye 7. albumát, a Foundation-t. A 2005-ös Gutta Mix című album megjelenése kellemes meglepetés volt a rajongók számára, ami néhány eklektikus produkcióval is büszkélkedhetett.
A My Testimony of Redemption a hatodik és egyben utolsó stúdióalbuma, amelyet 2009-ben adtak ki. Az album nagy változást jelentett korábbi kemény horrorkor és gangster témáihoz képest. Ez az egyetlen munkája, amely nem kapott szülői felügyelettel hallgatható címkét. Bill drog és alkohol problémákkal küszködött. 2006 óta a kereszténység felé fordulva kereste a kiutat, de voltak visszaesések. 2010-ben Jamaikába deportálták, miután Georgiában letartóztatták marihuána és kokain birtoklása miatt. A deportálás sikerült megúsznia a 4 gyermekes édesapának, aki ezek után a vallásnak szentelte az életét. Amikor az emberek Bushwick Billről beszéltek az elmúlt években, a legtöbb azokra a bizarr vagy hihetetlennek tűnő történetekre vonatkoztak, amelyeket társai meséltek róla. Például amikor Bill elszundikált a The Roots dobosának, Questlove-nak a dobjában. Vagy a San Franciscói eset, amikor Willie D. és Bushwick fogadást kötött. Bill állítólag 10 000 dollárért hajlandó lett volna leugrani a Golden Gate Hídról, amiben G. Prince megakadályozta. Ezek a történetek tették Bushwick Billt legendás figurává. Valójában ő egy olyan személy volt, akinek hibái, gyengeségei voltak, és hajlamos volt a vitákra. Bushwick. 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 2019. május 1-én Shaw felfedte, hogy 4. stádiumú hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak nála. 2019. június 9-én olyan hírek jelentek meg, hogy Shaw meghalt, de a halálhírt később fia cáfolta. Később azonban bejelentették, hogy Shaw még aznap meghalt egy denveri kórházban, Colorado államban. Nyugodjék békében!